Ez az ember nem a 2024-es évet kezdte, hanem már 2042-ben van. Mert hogy nem attól menő, hogy vásárolt egy Segwayt, vagy hoverboardot, vagy ki minek nevezi, hanem miután megivott egy-két sört a spanyaival, fogta, kicsapta a horgászéket, rárakta, és arrivederci amore. Egy kicsit azért tud vezetni, ugye? Igen. Szóval, halló lányok és srácok, én Csongi vagyok, és ebben a videóban megnézzük azokat az embereket, akik már a jövőben vannak. Amikor Csongi kisebb volt, akkor mindig azt gondolta, hogy a jövőben repülő autó, végtelen édesség, teleportálás. Hogy kerültem ide? Vagy akár már klónozás is lett. Szia Csongi! Menj el innen! És mi lett ebből a jövőképből? Az, hogy van egy olyan kupakunk, amit nem lehet lecsavarni, de cserébe nem lehet normálisan inni belőle, se visszacsavarni. És hogyha már a jövő a téma, akkor képzeljétek, hogy Japán már tényleg ott van, mivel a vendéglők többségében nincsenek pincérek. Vagyis helyesbitek, vannak ilyen aranyos kis robotpincérek. What? Tableten megrendeled, amit szeretnél, kifizeted, és egy pár perc múlva érkezik a guruló robotpincér és kihozza neked. Csak egy kérdésem lenne. Ahogy látjátok, ilyen világító polcok vannak, és gondolom az világít, amelyik a tiéd, hogyha esetleg elfelejtetted volna, hogy mit rendeltél. De mi van akkor, ha mást veszel le róla? Mert mondjuk jobban megkívántad a szomszédodét. És ha már a robotok? Na, mi történt a hangommal? A fagyit is egy robot fogja neked átadni. Majdnem sikerült. Nagyon cuki, de az a helyzet, hogy egyetlen egy dolga volt, ami nem más, mint hogy a fagyit töltsét megtöltse, és... Azért ijesztő belegondolni, nem? Hogy a legtöbb munkahelyen lehet, hogy egyszer csak robotok fognak dolgozni, és emberek nem is lesznek. Maximum annyi lesz a mi munkánk, hogy felügyeljük a robotokat azért, hogy a töltsén mellé ne töltsenek fagyit. De valakinek már az is annak számít, hogy a jövőben él, hogy csináltak egy vajálló kést. Igen, jól hallottátok, vajálló, nem vajazó kés, bekentik olajjal, vagy mit tudom én. De hogy ennek mi értelme? Ez tényleg ez vár ránk a jövőben? Hát könyörgöm, azért van a kenyér, amit megkensz vajjal, hogy utána a szélén le tud húzni, és nem marad a késen vaj. Most miért barasz fel, Csongi magad? Én repülő autókat szeretnék, nem pedig vajálló kést, meg húsgolyóálló villát. Nem csúszik le róla. Nézzétek meg, hogy ez micsoda. Ti tippeljetek. Mi lehet ez? S ameddig gondolkoztok, iratkozzatok fel, meg dobjatok egy lájkot, addig én lenyugszom. Hát igen, ez kérlek szépen egy mini zsebbe hordozható turmix gép. Egy az egyben belerakod a gyümölcsöket, elmész a munkába vagy iskolába, és ott fogod, és a nagy csendbe... Bocsi, mindjárt vége, ne haragudjatok. Most jutott eszembe, hogy én láttam ilyen reklámot, szóval szerintem ilyet mi is kaphatunk. Na majd egyszer egyik videóba veszek ilyen hülyeségeket, hogyha szeretnétek, írjatok le komment szekcióba. Megveszek minden ilyen baromságot és kipróbáljuk. Amit szintén be kéne szerezzek, az nem más, mint... törülköző akasztó, csak annyi, hogy a felsőt fejjel lefele rakták, ezért tökéletesen megtartja a tabletet, miközben te fürdesz, nézheted a filmet. Hát zseniális! Fürdés közben annyira nem szoktam filmet nézni, mert akkor két óráig fürödnék, aminek nem sok értelme van. Jó, oké, értem, sokan szerettek fürödni 2,5 óráig. Na ő már 2060-ban él. Lássuk, hogy mit csinál. Nem hiszem el. Kinyomtatta a saját fényképét, majd miközben böngészi a weboldalakat, megnézi, hogy hogy állna rajta az adott pulcsi. Hát én És amúgy nem hülyeség. Hamarabb nekiálltam volna rá photoshopolgatni, és akkor megnézem, hogy mizu, mint például, amikor az autóra kellett vegyek egy felnit, és nem tudtam, hogy hogy áll rajta, ezért rá photoshopoltam csak. Hát nem sikerült a legjobban. De az egyik legzseniálisabb ötlet, amit valószínűleg én is fogok használni a jövőben levő emberektől, az ő. A barátnője fejét használja arra, hogy kitámassza a telefonját, miközben nézi a... Ezt én is kipróbálnám. Csak az az egy baj van vele, hogy szerintem Messi nem igazán örülne neki. És hogyha még nem volt elég a furcsa találmányok a jövőből, akkor ez a srác felfedezte a szivacs karmot. És hogy mire jó? Hát ha valaki megdobná őt egy szivacssal, akkor elkapja vele, és utána megvakarja a hátát. Azon gondolkozok, hogy mennyi szabad ideje lehet ezeknek az embereknek, hogy ilyesmit ki tudnak találni. A következő alanyunk sem 2042-ben él, hanem már 2050-ben, mert az első embernek az ötletét alkalmazta egy picit másképp. Hát babakocsit sétáltatni... A leggázabb az, hogy rájöttem, nem is babakocsi, hanem egy tolószék, de mínusz 2 dioptriás a szemem, úgyhogy nézzétek el nekem. Mivel jó pár elektromos is van már belőlük szerencsére, ezért ők úgy döntöttek, hogy plusz egy személy még azért elfér rajta, odaraktak egy falemezt és fel lehet állni rá. Még el sem mintottam a következőt, de miért van az, hogy a legtöbb az japán, kínai, tehát ilyen keleti kultúrából származó? Na nézzük, mit csinál. Tehát ez egy sétabot.
Hát esküszöm nektek, hogy az összes eddigi közül szerintem tényleg ez a legpraktikusabb. Mert hogyha mondjuk alumíniumból van, akkor nem hiszem, hogy annyival nehezebb lenne, mint egy hagyományos sétabálca, és bármikor, bárhol le tudsz ülni. Ha most ti el kéne gondolkozzatok azon, hogy mondjuk 30 év múlva mik fognak megváltozni, mire gondolnátok? És nem a műanyag palackra. Egy épület tartólába kezd leomlani, megvan rá a jövőbeli megoldás. Én nem értem. Én tényleg arra kerestem rá, hogy jövőben élő emberek, és rengeteg képet meg videót összegyűjtöttem. Elhiszem, hogy ez a leggyorsabb megoldás, de biztos vagyok benne, hogy nem ez a tartósabb. Mert ha ez a fólia összetartja, akkor én ketté tudok harapni egy vastag faágat. Szóval gondolkoztatok már el azon, hogy hogyan lehet egy rollerrel elérni a végtelen sebességet? Hát amelyik lábatokkal hajtsátok a rollert, felvesztek rá egy görkorcsolyát. És értitek, az is gurul, tehát egyre gyorsabban tudjátok hajtani. A nagy lótúrót, persze. Ez egy baromság. Nem tudom, ki találta ki, és miért írta oda, hogy infinite speed. Én nagyon nem voltam jó fizikából, de van egy olyan sejtésem, hogy azzal, hogy gurul a lábad, nem tudod meghajtani, mert ugye elgurul, ahogy akarod hajtani. Tehát tulajdonképpen majdnem egy helybe fogsz kanimpálózni, mint egy fóka. Remek. Citromízű víz. Én nem vagyok abban biztos, hogy ez tényleg működne. Meg nem is értem, mindenki írják oda, hogy milyen király. Hát haver, áztatod el az egész konyhádat, vagy ezt senki nem veszi észre. De másoknak is van jövőbeli csap. Mert hogy eltörött, és minek vegyél? Hát már a jövőben élnek, már 3089-ben. Nem, na. És most már a tusoló is. Valahogy nekem az a megérzésem, hogy ez nem 2045, hanem 1025. És hát akkor bemutatnám nektek az igazi húsforgat villát, ahol még az olaj sem tud megcsapni. A jövőben egyetlen egy dolog biztos, hogy a jelenlegi elektronikai cuccok tönkre fognak menni. De mi van akkor, amikor a habverő megy tönkre, és mondjuk nem akartok újat venni? Ha van nálatok egy elektromos csavarhúzó, meg egy olló, akkor kész is van a habverőgép. Az a legjobb ebben, hogy ez nem csak egy példa, amit megmutattak, hanem látszik, hogy tényleg össze is keverték a pudingot, vagy valamilyen tésztának az alapját. Kezd egyre rosszabb lenni. Itt most már tényleg lassan át kell nevezem a videót, nem arra, hogy emberek, akik a jövőben élnek, hanem emberek, akik a múltban élnek. Ha jól értettem, akkor ez nem más, mint az egykezes billentyűzet. És az amúgy tényleg nem rossz ötlet. Egyik kezetek mindig maradhat az egéren, a másikkal pedig tudtok bármilyen betűt begépelni. Így hirtelen feltettem magamnak a kérdést, hogy akkor miért nem ilyet használunk, tehát mennyivel kényelmesebb és egyszerűbb. Aztán rájöttem, hogy ugye 10 ujjal mindig gyorsabb lesz gépelni, mint csak 5-tel. Akkor is, hogyha az 5-tel mind az összes betűt eléred. Mondjuk ezt nem igazán értem. Tehát kanállal kiszedi a banán belsejét, és ettől a jövőben él. Te láttam a bajmot banánt enni? Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy egyszerűbb annál, mint hogy meghántod, és megeszed. És kész. És ha esetleg érdekel titeket, hogy a jövőben a cipők hogy fognak kinézni, 2 az 1-ben, mert egyrészt cipőfűző, másrészt telefontöltő kábel is. Hát hogy fogsz így menni, mindig összecsapódik a külső aksi a telefonoddal, és széttörje a kijelzőjét. Tehát szerintem itt esetleg az lehetett az ötlet, hogy mindig ott van nálad egy töltőkábel. Tehát tudjátok, amikor elmentek a haverotokhoz, és jó, hallod, van neked egy telefontöltő? Neked van egy telefontöltő? És akkor valakinek odaadott kölcsön, aztán soha többet nem kapod meg. Mondjuk! Most olyan ötletem lett, hogy nem is tudom elmondjam, lehet, hogy ezt meg kéne csináljam, és milliomos lennék belőle. Mi van akkor, hogyha a külső aksi benne van a cipő talpában, így egy picivel nehezebb, de szerintem azért nem lenne annyira nagyon zavaró, hogyha nem futásra vagy hosszú sétára használjátok. És a cipőfűzőn keresztül, amikor elmentek valakihez és fel akarjátok tenni, tölteni, akkor csak rádugjátok a cipőtökre. Mentem is haza, mert ezt meg fogom csinálni, és milliomos leszek. Ha teszed, iratkozz fel, és nézd meg, mit csináltam ebből a videóba is. El ne higgyétek, totálisan semmi értelme.